Sziasztok, az én drága párom megkívánta a kovászos uborkát, és hát mi más lehetne mellé csinálni, mint egy jó sertéspörköltet, de hogy mutassak azért valami kis extrát is, most úgy fogom megcsinálni, hogy vettem hogy a sertéscombot, kell hozzá majd legalább két nagy fej hagyma, de ilyen lecsósan fogom elkészíteni, tehát nem csak annyit, hogy két szem paprika meg egy paradicsom megy bele, ez 1,30 kg a sertéscomb, és hanem ez 55 dek a paprika, ez meg 23 dek a paradicsom, tehát hogy érezhetően ilyen paprikás, paradicsomos íze legyen pluszban. És hogy ha már egy kicsit ilyen kis könnyítettünk rajta, akkor bulgur lesz a köret, és ezt nagyon sokan tudják, hogy hát a bulgur egyébként az úgy egészséges, meg jó, ez ugye ilyen tönköly búza törek. És most direkt rákerestem, ez persze egy női oldalon találtam meg a legjobban így összefoglalva, hogy mik a bulgurnak a jótékony hatásai. A bulgur folsavban, foszforban, magnéziumban, káliumban és vasban gazdag. Rostartalma több, mint ötszöröse a barna rizsének. Tehát most a sima rizshez képest a barna rizs magasabb, most annál még ötször magasabb. Márpedig mondjuk a nokedlinek, amivel én enném, annál meg aztán szerintem százszor, mert abban szinte alig van rost. Ezért fogyókúrában, inzulin rezisztenciában, cukorbetegségben, valamint egészséges táplálkozásban is kiváló alternatíva. Székrekedés, enyhe emésztés esetén különösen ajánlott, természetesen bőséges folyadékfogyasztás mellett. Különösen magas az E-vitamin tartalma, a többi gabonához hasonlóan B1, B2, B6 vitaminokhoz jutsz hozzá a fogyasztásával, így támogatja a szénhidrát, a fehérje és a zsíranyag cserét, valamint az idegrendszer megfelelő működésében is hasznos táplálék, plusz viszonylag hosszú felszívódása van, tehát egy nokedlihez, vagy egy tarhonyához, vagy egy rizshez képest tovább emészted meg, tehát nem kapja hirtelen a szénhidrátot a szervezet, és kevesebb is benne, tehát a nokedliba azt hiszem ilyen 210-20-30 gram vagy kalória van 10 dekába, ebbe valami 130, ha ilyen párolt bulgurnak készíti el az ember. Na, itt már alágyújtottam ennek az edénynek, mert egyszerűen annyira gyengék a gázaim mostanában szerintem, tehát nem, de nem hiszem, hogy azért, mert elromlott volna, hanem egyszerűen nincs fűtőértéke a gáznak. Na, a lényeg, hogy most két ilyen nagyobb hagymát fölvágok. Lehetne három is, de most, hogy teszek bele egy csomó paprika, paradicsomot, most maximum egy kicsit gyengébb lesz a szaft. Én úgy szoktam egyébként régen csinálni, hogy összevágtam előre a hagymát, meg a húst, és nem a súlyát néztem, hanem hogy ugyanakkor a kupac legyen az összevágott hagyma, mint amekkora kupac az összevágott hús. Ez nagyjából ez az arány, ez ugye súlyra lényegesen kevesebb lesz a hagyma, de hogy ez az arány, ez tök jó ahhoz, hogy ilyen jó, sűrű, szaftos pörköltet tudjon csinálni az ember. Nézzetek meg, két ilyen nagyobb hagymának még nem is vágtam össze, de már ennyi. Na, még összevágom ezt is. És akkor, ha már ez egy ilyen kicsit lecsós, kicsit bulguros, hát ilyen egészségesebb vonalra rámegyünk, meg egy kis kalóriacsökkentett vonalra ezáltal, így most ilyen ezt a Sansa olívaolajat, erre nincs is ráírva, azt hiszem, ez a lényeg, hogy ez ilyen másodpréselésű olcsóbb, mint az extra szűz, és azt fogok alátenni, nem sertés zsírt, ami ugye hát pörköltnél ez alap lenne, úgyhogy most egy kicsit ilyen szentségtörő vagyok, nem kell majd ezt külön megírni, de füstölszalonnásra teszek alá. Igazság szerint a tankönyv szerint a sertés pörköltbe nem is kell, de nagyon sokan tesznek bele, hát teszek bele annyi sót, amit majd gondolok, hogy ehhez elég. Ami még nem kell a pörköltbe, az az őrölt bors. Szinte mindenki tesz már bele, úgyhogy most már én is szoktam, de hivatalosan nem kell, csak a fűszerpaprika, fokhagyma, ugye ez a vöröshagyma, meg a paprika, paradicsom, de én most teszek bele egy picit, plusz egy ilyen mokkáskanálnyi őrölt köményt is fogok beletenni, az se kell hivatalosan a pörköltbe. Tehát csak só, a zsiradék, fűszerpaprika, fokhagyma, paprika, paradicsom kéne bele, de hát most már azért halad a világ a 30 évvel ezelőtti tankönyvemhez képest, és akkor ezt meg szépen felkockázom ilyen. Igazság szerint a kockázást is úgy tanultuk, hogy két-két és félszer, két és feles kockákra kéne, tehát ilyen nagy, durva kockákra, de hát itthon sokkal könnyebb fogyasztani úgy, hogyha ilyen kis
cuki kockákra van felvágva, úgyhogy ilyen kisebb kockákra szoktam, sokkal könnyebb enni, gyorsabban megfő, tehát ez ebben is eltérek az eredeti recepttől, de én ekkorákra fogom fölvágni, ezt szépen elkezdtem ugye lepirítani, és át fogom tenni sajnos ide, mert látjátok, már elő volt melegítve a tűz, mégse pirul úgy, ahogy szeretném, úgyhogy átteszem ide, ezen meg majd akkor meg tudom csinálni a bulgurt, azt is megmutatom, csak nem akarom, hogy a kamera nagyon elálljon, most itt fogom szépen pirítani a húst, hogy gyorsabban, ugye a pörkötnél a pirítás a lényeg, azt is megmutattam már, úgyhogy ott fog készülni. Na, amíg ezek pirulnak, addig elkezdem a bulgurt is, most azt is egy kis ilyen szansa olívaolajon, egy ilyen nagy csészével fogok csinálni, ez olyan, hát szerintem ez simán van 3-3 és fél deci, és ugye ezt is én szoktam egy picit jobban ízesíteni, mint a párolt rizst, mert önmagában nekem egy picit ilyen erős íze van, de most úgy fogom megint megoldani, hogy egy darab leves kockát majd beledobok, amikor fölöntöm, és amikor elkezd főni, akkor megkóstolom, mennyire sós, és annyi sót teszek hozzá, hogy a kettő együtt elég sós legyen, és akkor egy picit ízesebb lesz a bulgur is. Most ezt is, mint a párolt rizst lenne, megpirítom, és vízforralóba, melegen tartóba ebből két csészényi vizet beleteszek, fölmelegítem, és azzal fogom majd felönteni. Amikor a hagyma már szépen ilyen aranybarnára pirult, mehet bele a hús, ezt is lepirítom. Ugye levet fog engedni, a levét elhárolom, és csak utána fogom bepaprikázni, meg befűszerezni. Amíg pirul a hús, addig összevágom szépen a paprikát. És hát ezt is, hogyha lecsóba gondolkodunk, akkor lehet akár úgy hagyni, hogy egy kicsit ilyen nagyobb darabkákra, tehát nem kell finomra vágni, de azért mivel pörkölt, így, tehát nem ilyen hosszú csíkokra vágom, ilyen durvább, nagyobb kockákra, meg a paradicsomot is. A bulgurról meg viszonylag nehéz megállapítani, mikor van megpirulva, figyeljétek, látszik azért a szemeken, hogy már kezd egy kicsit úgy elszíneződni, de nem kell túlpirítani, mert akkor meg ugye nagyon keserű lesz, hogy itt van a forró víz. Vigyázzatok már, hogy nehogy kifusson, csak a kamera miatt is gyorsan letakartam. Ez ugye kétszer annyi víz, már le is veszem takarékra. Mindjárt leáll ez az erős forrás. Mehet bele a húsleves kocka. És hogyha ez szépen feloldódott, akkor megkóstolom, elég sós-e. Teszek még hozzá sót, amennyi szükséges, és a legkisebb rángon takarékon szép puhára párolom, mint egy párolt is. És amíg ez itt pirul, meg párolódik, ugye mindent összevágtam, lereszelek ilyen 6 kisebb gereszt fokhagymát, sajnos csak ekkora fokhagymáim lettek a kis konyhakertembe, úgyhogy ez olyan 3-4 normál gereszt fokhagymának felel meg. És amikor így elfőtt a levét a hús, és már látszik a hús szemeken, hogy az is szépen elkezdett megpirulnak, egy kúpos evőkanál, na, ezt jó egy helyre beszórtam, fűszerpaprikát ráteszek, ezt elkeverem rajta, ugye a fűszerpaprika színe az a zsiradékban oldódik ki, és akkor most annyi vízzel, hogy elrepje, szépen felöntöm, ez meleg víz volt, mehet is bele a paprika, paradicsom, itt van ráreszelve a fokhagyma. És akkor már csak egy ilyen mokkás kanálnyi köménymagot teszek bele, és tulajdonképpen már csak, látjátok, nincs tele a teáskanál, és tulajdonképpen már csak a sósságát kell majd beállítani a főzés vége fele, így, és ezt most szépen mindig egy kicsit lepirítom róla, ugye ezt már mutattam, azért pörkölt, mert szakaszosan kell párolni, tehát elfővi a levét, felöntöm, mindig keverem, elfővi a levét, és így szépen többszöri felintésre, készre, puhára párolom. És ima a végeredmény, lett egy ilyen brutálisan sűrű, szaftos, Isten király császár kis pörköltünk. Még egy plusz info, hogyha valaki, mi így szeretjük, hogyha rommá van benne főve, jelen esetben ennél azért ennél a paprika és a paradicsom is, de ha valaki, hogyha már ilyen lecsós pörkölt, akkor jobban szeretné, hogy úgy látható legyen benne, akkor a főzés vége előtt 20 perccel tegye bele a paprikát meg a paradicsomot. Isten igazából
Ennyi a különbség, minden más ugyanúgy kell csinálni, mint ahogy mutattam. Hát. Megmondom őszintén, hogy én ritkán veszem bulgurra, de valamelyest hajaz ízben a tarhonyára, hogyha ilyen húsleveses verzióval készítitek. Úgyhogy teljesen fogyasztható így is. Ugye nem tettünk bele zsírt, hanem olívaolaj van benne, lecsóval föl van húzva, egy kis frissebb legyen. A szénhidrát felvétel is ugye lassabb lesz, plusz kevesebb a köretben, lényegesen majdnem a fele a szénhidrát, mint mondjuk egy bokedlit csináltam volna. Úgyhogy ez így finom is, egészséges is, tehát egy kicsit modernizáltuk a pörköltet. Remélem tetszik nektek, hát a kovjúbi meg isten, ugye azt mindenki tudja, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!